Köszöntöm kedves nézőinket, sportmagazinunkat látják. A következő fél órában ellátogatunk a fogyatékkal élők ifjúsági sportnapjára és a kispályás labdarúgó diákolimpiára. Szélviharban megyünk föl a Misinára, beszélgetünk egy Fair Play díjazottal, és jelentkezünk női kosárlabdával és futszállal is az élvonalból. Érdemes lesz velünk maradni. Október 29-ére tervezte a Futa Pécs Esse az úgynevezett nagymenést a Misinán. A rajt előtt azonban orkán erejű széllel megérkezett a vihar, így mindenki csak saját felelősségére teljesíthette a kihívást. Tavaly rendkívül sikeres volt az úgynevezett nagymenés, vagyis a futóverseny a sípályán. Itt a kíváncsiak egy kört, vagyis egy kilométert, az elszántak három kört, az elvetemültek pedig ötöt gyalogolhatnak vagy futhatnak a sípályán. A Futa Pécsese idén is sok érdekes programmal várta és várja még a futni vágyókat. Október 29-ére tervezték a nagymenést a Misinán. Az ötlet úgy jött, hogy ki kell találni mindig valami olyan érdekeset, ami még nem volt se a városban, se a megyében, se országos szinten, és egyszer kipattant a fejembe, hogy meg kéne futni a sípályát, és akkor gyengélménynek tartottak a csapatársak, hogy finoman fogalmazzak, aztán az lett a vége, hogy azt mondta Feri, hogy próbáljuk meg. Csináltunk tesztkört, 500 méter hosszú pálya lefelé, 500 fölfelé, 120 méter az esés. És hát 120 méter az emelkedés ebbe az 500 méterbe, és akkor kitaláltuk, hogy csinálunk versenyt. Egy körös van, három körös van, kíváncsiaknak egy körös. Nem is tudom hirtelen, az elvetemülteknek van az ötkörös verseny, és akkor ezt előző években megcsináltuk versenyszinten, az idén örömfutás szintjén csináljuk. 46 előzetes regisztráció volt, és akkor meglátjuk, hogy hányan jövünk össze ezen a kellemes őszi délután. Ez nagyon nehéz, meg technikás. Ugye itt, ha elnézünk lefelé, akkor nagyon meredek, van olyan, hogy elrajtol a mezőn, és utána nem is látod a versenyzőket, akkor az esése, és köves. Tehát akkor is csúszik, ha csak a füvön mész. Vagy most lehullott levelek vannak, nagyon csúsznak elő, tehát nagyon technikás, ügyes pálya. Nagyon kell szedni a lábát a futónak fölfelé, meg gyakorlottnak kell lenni ahhoz, hogy valaki teljesítsen akár három vagy öt kört, mert nagyon nehéz. Volt, aki a rajt előtt egyedül vágott a távnak, méghozzá mezitláb. Én mezitlábos futó lettem egy pár hónapja, és most így gyakoroltam ezt a mesterséget. Kisebb távokat lehet, mint cipős futás, mert jobban igénybe veszi a lábgoldozatot például, de remekül működik, és ebből így lehet fejlődni igazán. Ez egy kilométer, ez csak egy próba volt, nem melegítettem be, és nagyon megviselt. Most a versenyen azért indulsz? Vagy nem, mint szervező, veszek részt a rendezvényen. Általában mi az, ami neked megfelelő táv? Mi az, most jelen állapotom az 5-6 kilométer, amit szeretek. Tudom a dupláját is neki, de akkor az megvisel, és nem vagyok elég felkészült hozzá. Az, hogy mezitláb futsz, mennyiben kell másképp felkészülni, mennyire kell jobban odafigyelni? A mezitlábos futás kikényszeríti a helyes futóstílust, nem úgy ellenben a cipős futással. A hivatalos rajt előtt azonban orkán erejű széllel megérkezett a vihar, így mindenki csak saját felelősségére teljesítette a kihívást. De így is voltak, akik megpróbáltak jól bemelegíteni, majd lefutni a tervezett távot. A Futa Pécsese egyébként idén negyedik alkalommal rendezte meg az éjszakai félmaratont, amit a tavalyi sikeren felbátorodva ismét a Pécs-Pogányi reptéren tartottak. Az idei versenyen összesen 444-en futottak a távok valamelyikén, ez nevezési csúcsot jelent. Az indulók között olimpikon futót is találtunk. De idén még több versenyt terveznek. November 18-án jótékonysági futást szerveznek a gyerekekért, lesz évzáró örömfutás is, de a szokásos közös kocogás sem hagyják abba a hidegebb időbeáltával. A nagy sikerre tekintettel jövő februárban ismét teljesíthetik a Szederkényből induló és Pécsen, Siklóson, Harkányon és Bólyon át tartó 100 kilométeres örömfutást is a bátrabbak. Erre már most elkezdhetik a felkészülést az érdeklődők. A régió két női kosárlabda csapata is érdekelt az Európa Kupa sorozatban. A harmadik forduló után a Szekszárd két győzelemmel csoport második, a Peacnak viszont eddig nem sikerült nyernie a sorozatban. A pécsiek legutóbb odahaza fogadták a csoport első Flame Carollo basket csapatát.
Az Európa kupában első hazai mérkőzése volt ez a Peacnak. A csoport élén álló Flam Carollo Basket nem volt könnyű ellenfél, de felvették a kesztyűt a hazaiak. Az első negyed végén már 6 ponttal vezettek a franciák, aztán Raksányi vezényletével a pécsi lányok a második játékrészben fordítani tudtak, ám rendezték soraikat a vendégek, és a félidőben megint 6 pont volt a különbség. A harmadik és negyedik negyedben helyenként közelebb került pontban ellenfeléhez a Peac, de végig magabiztosan kosarazva a Carollo végül 59-67 arányban tudott nyerni. A mérkőzést az éppen szülinapos Licskai Zsófia így értékelte. Szerettem volna születés napra egy győzelmet, de ez most nem sikerült, de ettől függetlenül nagyon büszkék a csapatra, mert nagyon kemény csapat ellen játszottunk, és agresszív védekezést terveztünk, a pikkenrolljaikat megtörni és kivédeni, ez szerintem egészen jól sikerült, a végére elfáradt. A vendégek részéről elégedettek lehettek, hiszen eddigi mindhárom mérkőzésüket megnyerték a sorozatban. Fábián Calvez, a Carollo másodedzője elmondta, hogy kemény meccsre készültek, és a felkészülés alatt a lepattanókra helyezték a hangsúlyt, ami meghozta a gyümölcsét. A Peac vezetőedzője, Gabriel Carrasco, a vereség ellenére elégedett volt játékosaival, hiszen mindent kiadtak magukból. Büszke vagyok, mert nagyon jól tudjuk, hogy a cserepadunk nagyon rövid, és ma ez volt a különbség egy nagyon jó csapat ellen, akik magabiztosan szereznek pontokat. Sok problémánk van, a játékosok fele fáradt, így nehéz ebben a csoportban jó teljesítményt hozni. A Peac a következő fordulóban a Keltent fogadja hazai pályán, aztán pedig november 22-én a DVTK érkezik az Európa kupában. A teremtornák előtt októberben még szabadtéren zajlottak a labdarúgó diákolimpiai küzdelmek. Az általános iskolás csapatok a Kovács-telepi műfüves pályán mérték össze tudásukat. A pécsi fordulókon a Kozár-Mislenyi és a pécsváradi csapatok is pályára léptek. Október 24-éig zajlottak a labdarúgó diákolimpia őszi küzdelmei Kovács-telepen, ezután már csak tavasszal folytatódik a torna. Első korcsoporttól a negyedikig az általános iskolás csapatok mérik össze erejüket. A harmadik-negyedik korcsoportos lányok külön versenyeznek, náluk is színvonalas mérkőzéseket láthattunk az ősz folyamán. Szerintem nagyon nehéz volt, hát nagyon szoros volt a meccs, de mégis nyertünk egy góllal, és nagyon jó volt szerintem. Akkor ez azt jelenti, hogy te nem kaptál gólt? Nem kaptam. Voltak azért nagy lövések? Azért voltak hármat, akkor átvédtem, hogy majdnem elestem, de vagy akkor átestem, hogy csak na. Voltunk tavaly Fonyoligeten, és valami 20-valahány csapatból 11-ek lettünk, de akkor én csak 4-es voltam, most már 5-es vagyok. A legkisebbeknél még fontos, hogy a csapatmunkára, a jó passzokra figyeljenek a gyerekek. Az őszi fordulókról még nem lehet továbbjutni, most csak selejtezőket rendeztek, de tavasszal már akár az országos döntőn is szerepelhetnek a csapatok. Egyszerre három pályán játszanak különböző korosztályok, most ugye a lányoknál csak két induló van, ezzel a mérkőzéssel őszre végeztek is. Másik pályán kezdődött most a második korcsoport, a harmadik pályán a negyedik korcsoportos küzdelmek kezdődnek. Majd tavasszal ugyanezt a kört lejátszák a csapatok, és az alapján kerülnek be a városi döntőbe, ahonnan kiderül, hogy kik azok, akik a megyén majd képviselhetik Pécsvárosát. Általában eddig minden évben előfordult egy-egy korcsoportban, hogy pécsi csapatok ott voltak. Elsősorban, ha pécsinek számít, a Kozár-Mislenyi az, amelyik, de rajtuk kívül is azért mindig vannak pécsi csapatok is, akik ott vannak a végküzdelmeknél. Az idei tanévben az iskolákat hátrányosan érintő változások is történtek. Az iskolaközpontok megszűntek, így csak az egyetem intézményei alkothatnak közös csapatot. Ebben az évben két csapattal indulunk, harmadik korcsoport és negyedik korcsoportban. Hát fontosnak számít, bár igazából a negyedik korcsoportnál az igazolt játékosok, akik NB szintűek nem játszhatnak, így most teljesen amatőrökkel, kosaras, kézilabdás, asztali teniszezőkkel jöttünk mai napra. Csak órán tudunk készülni. Nagyon szoktunk a gyerekekkel focizni, szívesen csinálják, most is egy picit csaltunk, hogy értelemben gyakoroltunk órán erre a 4+1-es játékra. A tavaszi városi döntőbe a tavaszi selejtezők után korcsoportonként az első két helyezett csapat jut, de a legkisebbeknél már a selejtező maga lesz a döntő, ők már ott megkapják érmeiket. A városi forduló után a megyei döntő, majd pedig a területi és az országos következik. Fontos változás, hogy ettől a tanévtől minden korosztály számára kézilabda méretű pályán kiskapura rendezik a labdarúgó diákolimpiai küzdelmeket.
A mozgáskorlátozottak Baranya megyei egyesülete ifjúsági csoportja rendezte hétvégén a második ifjúsági sportnapot a Pécsi Református Kollégium gimnáziuma sportcsarnokában. Az eseményen a fogyatékkal élők által űzhető sportágakat próbálhatták ki az érdeklődők. A bocsát, a kerekesszékes vívást és kosárlabdát, a pingpongot, a lengőtekét és több más sportágat kipróbálhattak azok, akik ellátogattak a Református Gimnázium sportcsarnokába a második ifjúsági sportnapra. Az eseményen részt vett Kovács Ervin paraúszó is, aki Sydneyben 3 bronz, Athénben 3 ezüstérmet szerzett, Pekingben 50 háton, 50 pillangón, 100 mellen és 200 vegyesen pedig negyedik lett. Nem járok le edzeni. Én igazándiból a mai napon sajnos nem nagyon volt rá időm, mert egyéb dolgokat kellett itt a szervezésben segítkeznem, de kipróbáltam már én is kerekesszékes kosárlabdát, kipróbáltam vívást, kipróbáltam a pingpongot és a boccsát is. Mindegy egy különleges és egyéni sportág, én azt gondolom, tehát nyilván az úszáson túl léteznek olyan sportok, amivel gyakorlatilag egy kerekesszékből is akár, ha nem éppen olimpiai sikereket, de a mindennapi sikereket el lehet érni. Ahogy arról a közelmúltban már beszámoltunk, az MKOS Fogyatékkal Élők Bizottsága a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség közreműködésével Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban rendezte a 2014-18-as szezonban a kerekesszékes kosárlabda magyar kupát, holott a Dél-Dunántúlon még csak a tervek között szerepel kerekesszékes kosárlabda csapat alakítása. Felkerestek engem is ezzel, megkerestek, hogy esetlegesen egy alakuló csapat tagja lehetnék, hogyha volna hozzá időmindítatásom. Az igazság az, hogy ez egy elég brutális sport, tehát a kerekesszékes kosárlabda, hogyha valaki ezt megnézi tévében akár, láthatja, hogy nem egy szolid sportág, és hát itt ugye a kerekesszékekkel ütköznek, sokszor fölburítják egymást, tehát egy elég vad, talán az egyik legvadabb sportága a kerekesszékes sportágak között. Igazándiból én azt gondolom, hogy ha megvan a kellő létszám, akkor, tehát nyilván jelentkező függvénye ez, én örülnék neki, hogyha láthatnám, vagy hogyha hallhatnék arról, hogy esetleg Pécsett is alakult. Kovács Ervin mindezek ellenére örömmel fogadná, ha alakulna egy kerekesszékes kosárlabda szakosztály. Az ifjúsági sportnapot idén is a mozgáskorlátozottak Baranya megyei egyesületének ifjúsági csoportja a Baranya megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Házzal közösen szervezte. Ifjúsági közösségi szolgálatos gyerekeket szólítottunk meg, iskoláknak hirdettük a lehetőséget. Sokan jelentkeztek. Innen már látszódott az, hogy ez nagyobb érdeklődésre tarthat számot, mint már a tavalyi az első ugye megvolt. Mindenképpen, ahogy Ervin is mondta, hogy épp gyermekeket, ifjúsági korosztályt vártuk elsősorban, ifjúsági sportnapról beszélünk ugye, elsősorban, persze bárki jöhetett, családokat, idősebbeket is vártunk. A mozgáskorlátozottak Baranya megyei egyesülete 1978-as megalakulása óta a megyében élő mozgáskorlátozottak és családjaik érdekében tevékenykedik, képviseli és védi érdekeiket. Az egyesület 1998-tól közhasznú szervezetként 10 kistérségekhez kapcsolódó helyi csoportban végzi munkáját. 7 párját ritkító sportemberi magatartást ismert el Fairplay díjjal a Magyar Olimpiai Bizottság az elmúlt 2 év eseményeinek tükrében. A kitüntetettek egyike Kovács Gábor Zsigmond, a Tolnai Tájak Íjász Egyesület szenior versenyzője volt, aki a Sopronban zajló 3D-s világbajnokságon az olimpiai I kategóriában indult, és a verseny felénél kölcsönadta legnagyobb riválisának, a mögötte második német versenyzőnek saját íját. Zajlott a szeniorok viadala a 2015-ös soproni magyarországi 3D-s íjász világbajnokságon. Kovács Gábor a szekszárdiak hosszú éveken át a saját korosztályában nemzetközi szinten is kiválóan teljesítő íjász előtt megcsillant a pályafutása első egyéni világbajnoki címe megszerzésének lehetősége. Túl vannak már a verseny felén, amikor vezet a pontversenyben a szekszárdi versenyző, és remek formában várja a folytatást. Ekkor derül ki, hogy a rá legveszélyesebb,
pillanatnyilag a második helyen álló német versenyző kiszáll a további küzdelemből, miután az íja javíthatatlanul tönkrement. Kovács Gábor olyat tett, ami párját ritkító, amivel jelentősen kockáztatta elsőségét. Az villant át rögtön az agyamon, hogy mennyi munka, fáradtság volt az ellenfelemnek, és ez most egy pillanat alatt vége van, és úgy éreztem, hogy ha velem történne, szörnyűség lenne, tehát ezért volt az, hogy egyből felajánlottam, hogy lőjön az én íjammal. Nagy valószínűséggel, ismerve a csapattársak, versenyzőtársak reflexióját, hát valószínűleg, ha vele történik, csomagolhattál volna. Ezt többen versenyzők is megerősítették. Végül is menet közben már nem tudatosult, hogy esetleg az utolsó napon elveszíted a versenyt? Hát lehetett volna, hogy elvesztem, mert német ellenfelem már vert meg engem. Tehát volt, hogy ő nyert, volt, hogy én nyertem. Hát abszolút kiegyenlített volt a kettőtök külön harca. Végülis nem ez történt, így viszont duplán nyertél. Megnyerted a versenyt, első egyéni világbajnoki címed volt, és azt követően pedig hát egy olyan eseményen vettél részt, ami tulajdonképpen hát még nagypapa korodban is emlékezetes lett. Nagyon nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy itt a MOB Fair Play bizottsága meghívott erre az eseményre, és díjazta ezt a cselekedetet. A legmagasabb, nemzetközileg is sokat érő fair play díjjal, amit a napokban vehetett át Kovács Gábor a MOB budapesti Csörsz utcai rendezvénytermében. És milyen nehézségeket jelentett ez a versenyzés közben? Gondolom, hogy hát jelentett technikailag, túl azon, hogy nem futott át a fejedbe, az nem zavart koncentrációba, hogy esetleg elveszíted emiatt. Hát állítani kellett, a húzáshoz kellett, tehát minden lövés után át kellett állítanom az ő méretére, utána vissza az én méretemre. Ez tulajdonképpen egy plusz feladat, figyelemkoncentrációt van el, akár a lövéstől? Igen. Tehát, hogy mondjam, egy-egy lövésre... X időd van, és csak fele annyi időd? Lett ez által? Az időben minimálisan számított bele, mert igazság szerint a bíró nem állt ott a nyakunkon mérni az időt, csak abban az esetben egy célnál, általában ugyan egy versenyen egy célnál lemérik az időt. Tehát egy célnál volt az, hogy kevesebb volt az idő, de a többinél nem. Hanem az, hogy elviszi az embernek a koncentráció képességét. Ha véletlenül elfelejti átállítani, akkor meg aztán megvan a baj. De nem lett meg, mert a szekszárdi Iász erre is odafigyelt, és megnyerte a versenyt. Büszkeséggel töltötte el, hogy a magyar sport olyan gigantikus egyéniségeinek jelenlétében, többek között Magyar Zoltán tornász, Mizsér Attila és Fábián László, ötöse olimpiai bajnokok, vagy Fan Ándor világhírű földkerülő vitorlás sportoló jelenlétében vehette át a fair play díjat. Kötelező győzelmet bukott el itthon az atomerőmű SE férfi kosár csapata. A Kecskemét átgázolta az atomosokon. Az SE 3 győzelemmel és 3 vereséggel, így most 6 forduló után a 7. helyen áll a tabellán. Nem várt vereséget szenvedett az atomerőmű SE férfi kosárcsapata az élvonalbeli bajnokság 6. fordulójában, amikor is a Kecskemétet fogadta. A paksiak, mintha az öltözőben maradtak volna, úgy kezdődött a találkozó, ugyanis 10 perc eltelte után már 30-13-ra vezettek a vendégek. A nagy szünet előtt ugyan még visszajött a meccsbe az Atom, 9-re ledolgozta 27 pontos hátrányát, de fordulás után hamar elszálltak reményeik. A Kecskemét maga biztosan robogott a győzelem felé, és végül 96-78-ra nyertek is a lilaruhás vendégek. Jabari Heinz 20 pontjával és szerzett labdáival vezére volt a paksiaknak, de ezúttal nem igen akadtak csapattársak a játékban számára.
Nagyon keményen kezdte a mérkőzést a Kecskemét, kitűnően védekeztek. A második negyedtől kezdtünk feleszmélni, de ez rengeteg energiát felemésztett. A Kecskemét végig kiválóan kosárlabdázott, így a végére már nem tudtunk tovább lépni. A Paksiak vezetőedzője a mérkőzés után sajtótájékoztatón elmondta, nagyon rossz ritmusban kezdtük a meccset, nem járattuk elég gyorsan a labdát, nem játszottunk elég nagy sebességgel, ami oda vezetett, hogy nem volt tiszta a dobóhelyzetünk, erőltettük a dolgokat. Végig vezetve teljesen megérdemelten nyerte a mérkőzést a Kecskemét, értékelt Teó Csizmics. Ezek a hullámvölgyek és hegyek benne vannak a játékunkban, hiszen fiatal csapatunk van, mondta. A válogatott Eilingsfeld János parádés formában várta a találkozót. A csapat motorja ezúttal hiába próbált óriási energiákat összpontosítani, nem vezetett sikerre. Van mind még dolgoznunk így a csapattal. Most sajnos egy nem várt vereség jött be a Kecskeméttől, most kikaptunk a mai napon. Nagyon csúfosan, nagyon tompán játszottunk, rosszul kezdtük a mérkőzést, nem is tudom, mi történt a csapattal. Ezt a mérkőzést meg kellett volna nyernünk, és akkor 4-2-vel állhatnánk. Sajnos nem sikerült. A többi mérkőzésem úgy gondolom, hogy Debrecenben ott is tompán játszottunk, ott megérdemeltük a vereséget. Zalaegerszegen megérdemelten nyertünk, Szolnokon majdnem sikerült nyernünk, ott 5 ponttal kaptunk ki. Sajnos vissza tudtunk jönni a tetemes hátrányból ott is, de sajnos nem sikerült nyerni. Bízunk a jó folytatásba, dolgozunk tovább és megyünk tovább előre. Egy magas embert még igazolnak a Paksiak, vannak kiszemeltek, mondta Teó Csizmics a sajtótájékoztatón. Egy olyan centert szeretnének, aki játékával tud emelni a többiek szintjén is legalább 20-30%-ot. Minden ízben megyei rangadó volt a női futszál NB1-ben a Szekszárd és a Tolna Mős összecsapása. Közel 700-an váltottak jegyet a meccsre, amely ezúttal a kombinatívabb futballt játszó szekszárdiak megérdemelt győzelmével zárult. Igaz, 3-2-es állásnál az utolsó 2 percben volt több egyenlítési lehetősége is a szintén remek teljesítményt nyújtó vendégcsapatnak. Rangadóhoz illő nagy iram, változatos és színvonalas játék jellemezte végig a mérkőzést. A vendég Tolna Mős, amely már a 3. percben megszerezte a vezetést, szervezett védekezésből a kontrákra épített. Működött jó 10 percen át ez a taktika, de ezt követően a Szekszárd tipikusan futzáros, mélységi és szélességi látványos játéka megtalálta a részt az árt védekezésen, és még a félidő közepén egy mintaszerű támadás végén Buchmüller góljával egyenlített a hazai csapat. A félidő hátralévő részében egyenlő küzdelme folyt a pályán. A tolnamezsi kontrákban ugyanúgy benne volt a gólszerzés lehetősége, mint a kombinatívabb hazai támadásokban, ám a kapusok, különösen a szekszárdi Hargas, a meleg helyzetek hálításában mindkét oldalon jeleskedtek. Szünet után a női futballban kivételes rugótechnikáját szinte minden meccsen megcsillantó Ganszer Hajnalka látványos átlövés góljával vezetést szerzett az Agenda Girls Szekszárd, a szurkolók mindjárt nagy ünneplésbe kezdtek. Hogy rúgod ezt? Tulajdonképpen születettem akut, így csőre, spiccel, vagy ezt igen Ganszer Hajn is ebben a magyar futzál mezőnyben? Igen, ez igazából egy futzálos rugás. Ezt tanítani kell. Én hatalmas köszönetet mondok Múcska Gyula bácsinak, mert nekem ő volt ez az egyetlen edzőm, aki megtanította ezt, és szerintem kevés olyan játékos van, aki valóban futzál edzésen és valóban spiccel tud rugni. Talán tolnai és szekszárdi játékoson kívül én nem nagyon tudnék ilyeneket mondani. A gól némi zavarodottságot hozott a Tolna játékában, amely folyamatosan nyomást nem tudott gyakorolni a szekszárdra. Jobban benne volt a pakliban, hogy újra közeli lövőhelyzeteket, mi több gólhelyzeteket teremtenek a sárgák. Így is lett, a sokadik háromszögelés után az új játékos Beke Adrián talált be egy nehezen védhető erőslapos lövéssel 3-1. Így már kockáztathatott a Tolna, kellett is neki, a letámadások utáni párharcok megjelésével több gólhelyzetet is teremtettek, amiből közelről a legveszélyesebb vendég támadó Szalkai Kitti 2 perccel a vége előtt újra betalált 3-2. A Szekszárd nem állt be védekezni, nagy iramú, nyílt sisakos maradt a játék a záró percekben is, és ebben a Tolnamözsnek voltak nagyobb, tisztább lehetőségei, de játékosai a döntő pillanatokban nem a legkoncentráltabb, nem a legjobb döntést hozták meg, így elmaradt a gól. Az összképet tekintve a Szekszárd rászolgált mindenképpen egy gólos győzelmére. A női futcának ez egy nagyon szép reklámja volt. Úgy gondolom, hogy
mondhat nekem bárki bármit, az NB egy-két legjobb csapata volt ma itt. Ezt én tartom, még a bajnokság végén is tartani fogom, mert ez a két csapat az, aki a futcát is erőlteti, nem csak a kispályás focit, mint néhány csapat. Elismerésem a Tolnának is, fantasztikusan játszottak. Ma mi voltunk a szerencsésebbek, úgy gondolom, de győzelmünk úgy gondolom megérdemelt. X-es meccs volt, mindkét oldalon voltak helyzetek, talán nekünk több volt, de azt gondolom, hogy sportszerű mérkőzést játszottunk, és egyébként egy nagy iramú, tehát férfi futszálosok is talán megirigyelnék. A szimpatikus vesztes szerepe jutott ezúttal a Tolnamözsnek, amely egyébként már legyőzte a tavalyi bajnok Hajdúböszörmény csapatát is ebben a bajnokságban. A két gólszerző, Szalkai Kitti lehet a csapat új ügyeletes gólfelelőse. Az első fél időben több helyzetünk volt, azt kellett volna még jobban kihasználnunk. Akkor talán egyszerűbb lett volna a mérkőzés, így a második fél időre talán a Szekszár több helyzetet tudott kidolgozni. Sztár nem szeretnék lenni a csapatban, az a lényeg, hogy nyerjünk, most egy jó csapat van kialakulóban, úgyhogy bízom benne, hogy a visszavágón meg tudjuk verni őket. A két csapat futzál NB1-es örök mérlege is ezzel döntetlen rá. Három tolnamözsi, illetve szekszárdi győzelem mellett három találkozóján is döntetlenre végződött. Ennyi fért bele ezen a héten műsorunkba. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, és ne feledjék a sportot, nem csak nézni, űzni is jó. A viszontlátásra!